egy morális csőd, ha ez az ember még egyszer válogatott lesz. Ahogy azt már több helyen olvashattuk, igencsak markáns véleménye van a Barcelonában játszó Nagy László esetleges válogatottbeli visszatéréséről a mesteredzőnek, akinek szavaira minden kézilabda barát kíváncsi. Rengeteg emberrel találkozok, egyen nem találkoztam még olyannal, akire azt mondta volna, hogy menjen a akárhova. És hogy mitől is tart a sikerkapitány? Ez nem egy csoda csapat, hanem egy rendkívül jól barátilag, emberileg összetartó társaság, és én attól félek, hogy kifele ez lehet, hogy nem fog kijönni, de meg fog hasonlani, és az emberek esetleg szembe kerülnek ezen belül egymással, és az pedig akkor pontosan azt, ami ennek a társaságnak az értéke, az egysége, azt fogja fölbomlasztani. Megérez ennyit? Egy kétes értékű, elképzelt jobb eredményért. Érdekes az is, hogy egyre többen távoznak kontinensünk egyik legerősebb bajnokságából. A spanyol játékosok elárasztják egész Európát, edzők jönnek el, mert az anyagi dolgok ott fejreálltak a Spanyolországba. Na akkor, és ezt most tapasztaljuk, mi is spanyol edzők jöttek Magyarországra, spanyol játékosok, női, férfi, hát most ettől lett hazafi a barátunk, hogy ott az anyagi helyzete nem úgy alakult, ahogy. Vajon tényleg csak a pénz körül forog a klasszis játékos visszatérése? Az elején még nem tudta az ember pontosan, hogy mire megy ki a játék, és részigazság volt ebbe a biztosításba, hogy a napi díja többi külföldi csapathoz viszonyítva, válogatotthoz viszonyítva jóval kevesebb, hogy mit tudom én, egyszer városi buszon utaztak, és így tovább. Hát csak az a baj, hogy körülbelül egy éve ezeket a kérdéseket lerendezték. És azóta se ő mondta azt és tette fel a kezét, tehát elment egy olyan szöveg, hogy ő ezt a csapatért teszi. De hát most 3 éve hülyít két országot. Hát ébredjünk már föl. A klubcsapat persze más kávéház. Az, hogy a Veszprémben játszik, szerintem annak senkinek semmiféle kifogása nincs. Én csak azt tudom mondani, hogy nálam az életben nem lenne többet válogatott.